Ebben Byers kiváltságos, irigylésre méltó életet élhetett volna. Egy gazdag iparos fiaként az Egyesült Államok legjobb iskoláiba járt, és ez is tálcán adták neki át a jövőt. Ám miután bajnok golfozóként élvezhette volna igazán a sikert, a fényt, a luxust és a csillogást, egy megdöbbentő dolog történt. Eben Byersnek szó szerint leesett az álla. Az orvostudomány az ő idejében közel sem volt olyan fejlett, mint manapság, és az egyik legnépszerűbb terápiás módszer az akkor újonnan felfedezett rádium volt. Byers szerencsétlenségére az orvos ezt a kezelést javasolta, miután 1927-ben karsérülés szenvedett. A halálos radioaktív rádium hatására az arca teljes alsó fele leesett. Eben Byers rémisztő története és halála forradalmat robbantott ki az orvostudományban. Eben McBurney Byers 1880. április 12-én született Pittsburghben, Pennsylvániában. Alexander McBurney Byers fia volt. Édesapjának volt egy acélvállalata, és a Pittsburghi Nemzeti Vasbanknak volt az elnöke. Ennek következtében a fiatalabb Byers elég kiváltságos volt ahhoz, hogy hozzáférjenek a pénzért megvehető legjobbhoz. Beleértve az olyan iskolákat, mint a tekintélyes New Hampshire-i Concord St. Paul's és az akkori Yale College néven ismert intézmény. Ahol a fiatal Eben Byers igazán kitűnt, az a golfpálya volt. 1906-ban megnyerte az amerikai amatőr golfbajnokságot. Végül ő lett az E.M. Byers Company-nek az egyik legnagyobb kovácsolt vas gyártó cégnek az elnöke. Azonban nem élvezhette sokáig a vezető pozícióját, egy tragikus baleset hamarosan végzetes útra állította a fiatalembert. 1927. novemberében Eben Byers hazafelé tartott egy meccsről, és a vonat, amelyen utazott, hirtelen vészfékezett. A fékezés következtében a földre zuhant és megsérült a karja. Orvos a C.C. Moyle raditort írt fel neki vízben való feloldásával készült gyógyszert. Az 1920-as évek közepén senki sem tudott arról, hogy a radioaktív anyagok genetikai mutációkat is rákot okozhatnak elég magas expozíció mellett. Egy William Bailey nevű fickó, aki hamisan azt állította, hogy orvos, és szabadalmaztatta a rádiumot, mint gyógyszer, és 17%-os árengedményt is ajánlott fel az orvosoknak minden egyes üveg raditor után, amit felírtak. Három év leforgás alatt 1927 és 30 között Byersnek 1400 adag rádiumot írtak fel, naponta három üveg raditort ivott meg. Azt állította, hogy a raditor felfokozott érzést keltett benne. Majd ezután következett a pokol. Lefogyott, fájt a feje, és elkezdte kihullani a fogai. 1931-ben a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság felkért, hogy tanúskodjon a tapasztalatairól, de túl beteg volt ahhoz, hogy utazzon, ezért a bizottság ügyvédet küldött, hogy vallomást tudjon tenni az otthonában. Az ügyvéd arról számolt be, hogy Byersnek kivéve a felső állkapcsát és két előső fogait, az alsó állkapcsának nagy része eltűnt. És hogy testének összes megmaradt szövete szétesett, és valójában lyukak képződtek a koponyáján. 1932. március 31-én bekövetkezett halálát az akkori orvostudomány sugármérgezésnek tulajdonította. Nem akut sugárszindróma, hanem rákos megbetegedések okozták. A pennsylvániai Pittsburgh állam Allegheny temetőjében temették el egy ólommal bélelt koporsóban. Byers halála nagy nyilvánosságot kapott és felhívta a figyelmet az úgynevezett radioaktív gyógymódok veszélyeire. A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság végzést adott ki William Bailey vállalkozása ellen, hogy hagyjanak fel a raditor terápiás értékére vonatkozó különféle nyilatkozatokkal és hagyjanak fel azzal, hogy a raditor termék ártalmatlan. Az úgynevezett
Éves volt a Bennington Egyetemen. William Archibald Weldon ipari mérnök és építész, valamint felesége Jane négy gyermeke közül ő volt a legidősebb. Csendes, visszahúzódó és udvarias leányzóként ismerték. Paula átlagos tanuló volt, kedvenc tantárgya pedig a botanika. 1946. december 1-én jelezte szobatársának, hogy elmegy sétálni a Long Trailen egy túra útvonalon, amely néhány mérföldre van az egyetemtől. Megkérdezte néhány diáktársát, nem-e tart vele valaki, de aznap senki sem ért rá. Az iskolai étkezdében való műszakát követően délután elindult a Long Trail irányába. Útközben csatlakozott hozzá Louis Knapp, aki jól ismerte a helyi túra útvonalakat. Ez Paulának nagy segítség volt, hisz számára idegen terep volt, korábban soha nem járt arra. Louis azonban csak fél útig kísérte, otthon a közelében elváltak útjaik. Majd legközelebb délután 4 órakor látták, amikor a Harbour Roadon táborozók egy csoportjától útbaigazítást kért. Nem sokkal ezután a Fayfaller cserkészállás közelében észlelték. Egy idős házaspár beszámolója szerint körülbelül 100 méterrel előttük sétált. Majd a következő elágazásnál letért egy másik ösvényre, és mire odaért a házaspár, nyoma veszett. Másnap értesítette a szobatársa a családját, ők pedig a megyei sheriffet és a Bennington megyei államügyészt, hogy Paula eltűnt. A Weldon család, önkéntesek, nemzetőrcsapatok, tűzoltók és kutatók százai keresték a lányt. Helikopterek is segítettek a keresésben, de nem jártak sikerrel. Sem Paula és semmiféle bizonyíték nem került elő az eltűnésével kapcsolatban. A hatóságok meghallgattak mindenkit, akit csak találtak, és aki Paula ügyében releváns információval rendelkezhetett. Például azok a helyiek, akik aznap a megtett útvonalon találkozhattak vele. A nyomozás során a bűnüldöző szervek tudomására jutott, hogy az utolsó személyek közül ketten, akik látták Paulát eltűnésének napján, egy Fred Gadett nevű favágó és barátnője voltak, akik vitába keveredtek Paulával Gadették otthona előtt. Gadett azt mondta a nyomozóknak, hogy Paula dühében elviharzott és pontosan tudja, hol van eltemetve, de később azt állította, hogy hazudik és valójában semmit sem tud arról, mi lett az eltűnt egyetemista lányjal. Arra sem tudott normális választ adni, hogy miért vesztek össze. Nem meglepő módon Paula eltűnésével kapcsolatban Fred Gadett lett az első számú gyanúsított 1946-ban, majd 6 évvel később is, amikor az ügyet újra felülvizsgálták, azonban a rendőrségnek nem volt konkrét bizonyíték a Gadett ellen, végül felhagytak a nyomozással. Mások elmélete között szerepel az is, hogy a lány megszökött valakivel, hogy új életet kezdjen, de ezt a szóbeszédet semmi sem támasztotta alá. Gadett viselkedése tagadhatatlanul fura volt, de tényleg közeledett volna Paula eltűnéséhez. Ha nem, miért tűnt el? Sajnos ez továbbra is rejtély marad. Paula Weldon eltűnése korának egyik legnagyobb esete volt. Nagy tudósítást kapott New Englandben, és még Shirley Jackson
átkelni egy sekély patakon. A ruhája teljesen átázott. Azt mondta Herbertnek, hogy visszamegy a táborba, átöltözik száraz ruhába, majd újra csatlakozik hozzá. Ez volt az utolsó alkalom, amikor Herbert életben láttunk a testvérét. Miután egy ideig várt a nőre Herbert, úgy döntött, hogy visszamegy a kempingbe és megnézi, mi történt. Max azonban egyedül volt a tábornál, aki nem is látta Frydát, mióta délután elmentek Herberttel. A következő két hét során körülbelül 300 ember földön és légiúton helikopterekkel, repülőgépekkel keresték. Ez idő alatt semmi nyomát nem fedezték fel. Az ügy azonban 7 hónappal később változást hozott, amikor két halász rábukkant Frida maradványaira arccal lefelé egy patak közelében nagyjából 5,5 mérföldre attól a helytől, ahol a táboruk volt. Míg a holttest állapota lehetetlenítette Frida halálának okának meghatározását, Dr. Milton Wolf, egy egészségügyi tiszt, baleseti halálesetnek nyilvánította az ügyet. Ennek ellenére még mindig voltak, akik úgy érezték, hogy lehet bajósabb magyarázat is, de a végleges válasz valószínűleg soha nem fog már kiderülni. Tekintettel arra, hogy Bennington a paranormális tevékenységek gócpontja, Middy Rivers, Paula Weldon, James Tedford, Paul Jepson és kisebb mértékben Frida Langer eltűnése számos természet fölötti elméletet inspirált, amelyek különböző dimenziókba vezető portálokon át, idegenek, emberrablás, gyilkosság, olyan lények, mint a Benningtoni szörny és egy gonosz szellem az indián mitológiából. Még mindig hosszú évtizedekkel később is viták és találgatásokat vált ki az emberekbe a Bennington háromszög rejtélyes eltűnései. Az egykori orosz nyelvész, filológus és történész 2011-ben tartóztatták le. Miután otthonában 26 mumifikálódott lány holttestét fedezték fel. A holttesteket a helyi temetőből szerezte be, ő maga mumifikálta őket, majd felöltöztötte és mint a játékbabákat úgy tárolta az otthonában. Moszkvin a szüleivel élt, tudtak a beteg hobbiáról, de fogalmuk sem volt róla, hogy azok holttestek és nem játékbabák. Anatolij Moszkvin 1966-ban született a szovjet-oroszországi Gorki városában, amely ma már Nizsnyij Novgorod néven ismert. Iskolás korában barátaival sokat lógott temetőkben, legtöbbet a Krasznaja Etna temetőben, a város Leninszki nevű kerületében. A halottak iránti érdeklődését egy gyermekkori incidensnek tulajdonított, amikor egy 11 éves lány temetési szertartásának volt szemtanúja. Moszkvin azt állított, hogy a résztvevők arra kényszerítették őt, hogy megcsókolja a halott lány arcát. Egy férfi lenyomta az arcomat a hímzett sapkában lévő lány viaszos homlokára, és nem tehettem más, csak megcsókoltam az ő parancsa szerint.
Miután teljesen megszáradtak, újra hazavitte a testeket, ahol különféle módszerekkel babákat készített belőle. Az öt férfi kapcsolatát szoros barátság jellemezte, amelynek összetartó szála a kosárlabda meccsek iránti szenvedélyük volt. Kedvenc csapatuk a UC Davis volt, és ők maguk is kosaraztak a Gateway Gators csapatában. Ez a csapat mentális betegek számára volt fenntartva. 1978. február 24-én este az öt férfi elindult Madruga kocsijával Jubából Csikóba egy egyetemi rangadóra, ahol a következő nap a Gators is fellépett. Még megnézték a meccset, majd annak végeztével egy kis harapnivalót vásároltak maguknak egy ottani üzletben. A pénztáros volt az egyedüli személy, aki utolsóként látta őket. Gary Dale Matthias. Gary Matthias az 1970-es években katonáskodott az Amerikai Egyesült Államok hadseregében és szolgált Nyugat-Németországban a megszálló szövetséges erőknél. A seregben kábítószer függővé vált és skizofréniát is diagnosztizáltak nála, ezért leszerelték. Majd Jubába való visszatérését követően egy helyi kórházban kezelték. Betegsége miatt többször voltak rohamai és számtalan más probléma is adódott vele. Például kétszer is összetűzésbe került a hatóságokkal testi sértés miatt. Végül egy veteránokat kezelő kórház pszichiátriai osztályára került, ahol jelentős javulás állt be az állapotában, bár folyamatos gyógyszereket kellett szednie. Ennek ellenére az orvosai elégedettek voltak vele. Matthias a hadseregtől rokkant nyugdíjra volt jogosult, amit a nevelő apja kertészetében végzett munkából származó keresetével egészített ki. Szabad idejében rehabilitációs központba járt, ahol összeismerkedett négy másik férfival. Jack Madruga. Madruga is korábban szolgált a hadseregben, erős fizikumú volt és egy étteremben dolgozott. Az övé volt az 1969-es Mercury Montego típusú autó is, amellyel a végzetes nap eltűntek. Madrugán kívül Matthias is rendelkezett vezetői engedéllyel. Bill Sterling. Bill volt Madruga legjobb barátja, aki mélyen vallásos is volt. Gyakran időzött könyvtárban, ideje többi részében pedig kórházakban olvasott fel és pszichiátriai betegeknek oktatott hittant. Theodore Ted Weyer. Weyer volt az öt közül a legidősebb, aki érzelmi fejlődésében megrekedt. Kisgyerekes viselkedésű, ugyanakkor roppant barátságos személy volt, aki gyakran integetett az utcán idegeneknek. Ha azok nem viszonozták ezt, akkor órákig képes volt szomorkodni. Korábban karbantartó, majd pultos volt, de család inkább visszatartotta a munkától, mert túl lassúnak bizonyult. Jackie Hewitt. Hugh egy nagyon magának való önmaga árnyékaként élő személy volt, aki szinte Weyer védelme alatt állt.
Fóbiásan félt a telefonoktól, ezért hívásait mindig Weyer intézte. Ted Weyer édesanyja reggel 5-kor vette észre, hogy fia még mindig nem tért haza. Felhívta Juanita Sterlinget, Bill édesanyját, aki elmondta, hogy az ő fia sincs még otthon. Rövidesen nyilvánvalóvá vált, hogy egyikőjükről sincs hír, ami annál inkább is aggasztó volt a szülők számára, mivel korábban egyikőjük sem maradt ki egész éjszakára. A rendőrséget február 25-én este 8-kor értesítették. A nyomozás Juba és Butte megye hatóságai közösen vezették. A rendőrség napokig nem bukkant megbízható nyomra, amely a fiúk hollétére engedhetett volna következtetni. Február 28-án végül vadőrök értesítették a hatóságot, hogy megtalálták Madruga Mercury Montegóját egy sáros földúton egy erdős területen, 110 km-re Chicótól az Orville és Quincy közötti szakaszon. A vadőrök szerint a járművet már február 25-én is észlelték, de amíg nem értesültek a hírekből az öt férfi eltűnéséről, addig nem tulajdonítottak neki jelentőséget, mivel azt az utat gyakran használják a téli hétvégéken a pihenni vágyók. A nyomok alapján a jármű elakadt, de az öt férfinak elég ereje lett volna kitolni. Az autón nem volt nyoma semmilyen sérülésnek, műszaki hibának, és a benzintank is negyedik volt, ami elég lett volna a hazaútra. A slusszkulcs hiányzott, tehát az utasok magukkal vitték. A kesztyűtartóban térképek, csomagolópapírok és különféle ételmaradékok voltak találhatóak. A szülők úgy vélték, Madruga nem hajthatott erre az útra, mivel magától a kempingezéstől is írtózott, a területet nem ismerte, ugyanakkor soha nem engedte volna meg, hogy más vezesse az autóját. A többiek szintén nem voltak nagy természetjáróak, ezért is volt megmagyarázhatatlan, mit kerestek arrafelé a fiúk. A kutatást a továbbiakban nem tudták folytatni a kitört hóvihar miatt. Az eltűnt fiúk szülei ekkor nyomravezetői jutalmat ajánlottak fel annak, aki bármilyen információval tud szolgálni az eltűntekről. Ennek hatására számtalan hívás érkezett, de mindegyik hamisnak vagy tévesnek bizonyult. A nyomozást vezető Len Sayers bármilyen szálon is próbált elindulni, folyamatosan zsákutcába jutott. Az erdei útról kiérve mintegy 50 kilométerre fekvő Bronzeville-be egy bolti eladónő látni vélt négy szemét az öt közül, és állítása szerint egy platós teherautón utaztak. Az eladónő szerint Weyer és Madruga vásároltak nála a boltban, míg Hugh és Sterling telefonált egy közeli fülkéből. A hozzátartozók szerint ez nem így történhetett, ismerve Hugh viszolygását a telefonoktól. Ha telefonálni kellett, akkor azt Weyer tehette meg helyette, de ő az eladónő szerint Madrugával az üzletben tartózkodott. Egy Joseph Shons nevű 55 éves férfi is előállt egy igazán bizarr történettel. Ő azt állította, hogy az eltűnésük idején maga is az említett földúton tartózkodott, ahol kisebb szívroham is érte, ezt az orvosok is meg tudták erősíteni. Később idegen jármű állt meg a közelben, az utasaitól a távolból kiáltozva segítséget próbált kérni, de azok mintha meg se hallották volna. Sean szerint a kocsiban férfiak ültek és egy nő, akinek a karjában egy csecsemőt is látott. Az illetők miután reagáltak Sean segélykérésére, rövidesen el is tűntek. Pár órával később Sean fényeket látott, amit ő ellenlámpa fényeknek gondolt, de csak hamar azok is kialudtak. Shawns történetét Ted Weyer anyja kizárta, mert szerinte fia, amilyen empatikus volt, mindenképp segített volna Shawnsnak, ha ő segítséget kér. Nyár elején néhány motoros táborozni akart a környező hegyekben, amikor június 4-én egy földúton haladva elértek egy tisztáshoz. A tisztáson felfedeztek egy elhagyatott lakókocsit, és közelebb érve bűs csapta meg az orrukat. A lakókocsiba lépve az egyik ágyon egy oszlásnak indult holttestet találtak, a vizsgálatok azonosították Ted Weyert, aki több pokróccal is be volt csavarva, a lábán pedig üszkösödésnek indult fagyási sérülések voltak. A férfi közel 10-12 héten át is szenvedhetett a fagytól és az éhségtől, mielőtt meghalt volna. A helyszínen kiterjedt keresés indult. Egy nappal később megtalálták Madrugát és Sterlinget. Madruga testét már félig megették az erdei vadállatok. Sterlingnek pedig csak a csontjai kerültek elő, melyek szétszóródva voltak egy kisebb területen. Nagyjából 18 km távolságra voltak a gépkocsijuktól. Ayers minden figyelmeztetése ellenére Jack Hugh apja is részt vett a keresésben. Két nappal később egy emberi gerincoszlopot találtak nem messze a lakókocsitól egy bokor tövében.
Attól 90 méterre a hegyoldalban egy emberi koponya is előkerült. A törvényszéki fogorvosi vizsgálat a csontokat Jack Hugh maradványaiként azonosította. Egyedül Gary Matthias maradványai nem kerültek elő. A jelek alapján Weyer úgy juthatott be a lakókocsiba, hogy betörte az egyik üvegablakot és bemászott rajta. Az ágy melletti asztalon volt a nevével ellátott gyűrű, az aranynyaklánc és a tárcája, amiben még pénz is volt. Volt továbbá a helyszínen egy arany karóra is, aminek hiányzott az üvege, de az nem képezte Weyer tulajdonát. A lakókocsi 30 kilométerre volt attól a helytől, ahol Madruga kocsiját felfedezték. Ezt a távot csak 2 méteres hótorlaszon keresztül vágva vékony ruházatban és a hold fényénél tehették meg. A lakókocsiban több tucat üres konzervdoboz találtak, amit egy katonai konzervnyitóval nyithattak fel. Ezt csak is Matthias vagy Madruga tudta használni. A lakókocsi melletti fabódéban egy lezárt fémszekrényben további még fel nem használt konzervek, száraz étel és egy gázpalack is volt, amivel fűteni is lehetett a lakókocsiban. Az élelmiszer készletek akár egy évre is elegendőek lettek volna, azonban ahhoz nem nyúltak. A helyszínen talált faanyaggal és papírokkal, könyvekkel fűteni is lehetett volna, még gyufa is volt kéznél. Weyer holtteste mellett ott volt Matthias tornacipője. A nyomozók úgy feltételezték, hogy Matthiasnek fagyási sérülései miatt megdagadt a lába, ezért elkérte Weyer nagyobb számú cipőjét, de ezt nem lehetett bizonyítani. A másik irányban észak-nyugat felé az út mellett találtak 3 vastag gyapjú takarót és 2 kissé rozsdás zseblámpát, de nem tudták megállapítani, hogy egyáltalán az eltűntekhez köthetőek vagy sem. Az aranyóra is talán már jóval korábban ott volt a lakókocsiban. Gary Matthias sorsáról csak feltételezések vannak. Személy leírását a hatóságok elküldték valamennyi kaliforniai pszichiátriai intézménynek és rendelőnek, mivel ha Matthias betegsége miatt okvetlenül gyógyszerhez akart jutni, akkor ezeket a helyeket kellett megkeresnie. Az egyik elmélet szerint a fiúk spontán kitérőt akartak tenni Forstamba, ahol Matthias néhány régi barátja élt, mert a város félúton fekszik Csikó és Juba között. Az 5 férfi talán eltévesztette az irányt, rossz útra kanyarodtak le és végül eltévedtek. Matthias családja szerint Gary nem tett még csak utalás sem arra, hogy beszélni akarna Forstamban élő barátaival, akiket ekkor már egy éve nem látott. Sokkal inkább várta a közelgő kosárlabda meccset, amelyre nagyon izgatottan készültek. Ennek az elméletnek mond ellent az is, hogyha eltévesztették az utat, miért nem fordultak egyszerűen vissza. A vizsgálatok szerint a köves hepehupás földúton a Mercuryval igen lassan és kiszámíthatóan haladtak, így a járműben nem keletkezett semmilyen sérülés. Ebből következően még csak nem is üldözte a fiúkat senki, aki elől akár menekülni kellett volna, de nem is siettek. A nyomozók nem találtak arra sem észszerű magyarázatot, hogy miért hagytak hátra egy üzemképes, elegendő üzemanyaggal ellátott gépkocsit, és miért tettek meg 30 kilométert vékony ruházatban hideg idő és hó közepette. Ted Weyer volt az egyedüli, akinek halála okát és nagyjából történt idejét meg lehetett állapítani. Nem tudni azonban, hogy Sterling, Madruga és Hugh mikor és hogyan haltak meg. Továbbá nem világos, hogy miért nem használták fel a lakókocsiban és a bódéban talált élelmet és fűtőanyagot, amivel átvészelhették volna a hideget. A családtagok azt feltételezik, hogy a mentálisan zavart gyermekeiket valami megijeszthette, és talán irreális lépésre sarkalhatta őket ez a félelem, amely elvezetett a halálukhoz. A rendőrség is egy teóriával állt elő az eltűnéssel kapcsolatban, miszerint amikor az 5 férfi eltévedt a földúton, akkor egy hókotrók által vágott ösvényen próbált meg kitalálni, akik egy nappal korábban dolgoztak arra. Úgy feltételezik, hogy Madruga és Sterling ekkor haltak meg fokozatos kihűlés következtében és maradtak az út két oldalán. Weyer, Matthias és Hugh eljutottak a lakókocsihoz, aminek ablakát betörték, hogy bejuthassanak a hideg elől. Ekkor azonban megijedtek annak tudatában, hogy magántulajdont rongáltak meg, így még csak az ott található készletekhez sem mertek nyúlni. Miután Weyer meghalt, vagy legalábbis úgy hitték, Matthias és Hugh úgy döntött, elhagyják a lakókocsit, de végül ők is odavesztek. Manila nyomor negyedei már annyira telítettek, hogy az ott élő emberek elkezdtek terjeszkedni és birtokba venni olyan helyszíneket, ami nem éppen lakhatás céljából készültek, hogy miről is van szó pontosan.
Manila városa északi részén található temetőről. A temető, ahol több ezer család éli mindennapjait, ez a hatalmas közösség egy minipoliszt alakított ki magának, ahol a holtak nyugszanak. Éttermet és boltokat üzemeltetnek a sírkertben, ezen a helyen nem kell vadászni a bizarr pillanatokért, mert ameddig csak ellát az emberi szem, minden hátborzongató. Borzalmas körülmények között élnek az 54 hektáron fekvő területe. Fából és fémhulladékból összetákolt kunyhókban és a temetőben található mauzóleumokban vészelik át az éjszakát az ott élő családok. A közelben lévő utcákból vezették be az áramot maguknak, a vízellátást pedig a temetőben található furt kutakból oldják meg. Szűkös utcák és mindenféle átjárók hálózatán közlekednek az emberek a több tízezer sír és mauzóleum közepette. Az idézőjeles faluban élő fiatalemberek vállalnak sírásást és koporsószállítást, mivel a halottas kocsiknak lehetetlen lenne bejutni a temetőbe, mert annyira túl zsúfolt, van olyan, amikor 80 temetés is van egy hét leforgása alatt. Ez bevételt biztosít a lakosok számára. Emellett egyes emberek a sírokat tartják rendben, a halott illető családja pedig fizet érte, őrszolgálati szerveződött, akik a tolvajukat figyelik. A legkisebb gyerekek pedig gyűjtögető életvitelt folytatnak, a fém és műanyag hulladékokból próbálnak egy kis zseppénzt csinálni maguknak. Ennél durvább munkát is elvállalnak, exhumálják azokat a sírokat, amelyekért már senki nem fizet bérleti díjat. Ugyanis a sírokat maximum 5 évre lehet bérelni, ha az adott hozzátartozó nem tud fizetni, egy bizonyos idő után kiássák az elhunytat, majd elégetik. Ezzel is pénzhez jutnak, 50-150 pezót lehet vele keresni, ami jó bérnek számít a helyi közösségben. Itt nem kísértenek szellemek, de amikor kiások egy holttestet, mindig bocsánatot kérek, azt mondom, elnézést a zavarásért. Nyilatkozta Ricardo Medina, aki 1967 óta él a temetőben, 2016 óta pedig a meggyilkolt fia sírja mellett lakik. A családokat az országot sújtó túlnépesedés vezette a főváros északi temetőjébe, ami az elmúlt közel 70 évben teljes nyomornegyeddé nőtte ki magát. Az sem számít ritkán, hogy a temetőben emberi csontok hevernek szana szét. Már a igazi turista látványossággá vált a temető, ugyanis nem mindennapi látvány fogadja az odaérkezőket. Piac, cigarettárusok, kocsmák, kisboltok a sírok mentén. Ráadásul még egy étterem és egy kosárpálya is rendelkezésre áll. A lakóknak kikapcsolódásra is van lehetőség, beszereztek karaoke gépeket, ami népszerű szórakozást nyújt nekik. Annyira kilátástalan a helyzet, hogy sokan már beletörődnek sorsukba és rettegnek a temetőn kívüli élettől, így nem ritka, aki ott születik és ott is hal meg. Egészen a 90-es évek óta harcolnak a helyi önkormányzattal, hogy teremtsék meg nekik az alapvető infrastruktúrákat, mint például iskolák. Kisebb létszámú csoportokban próbálják oktatni a gyerekeket, hogy legalább írni, olvasni és számolni tudjanak, de akad több olyan felnőtt, aki teljesen analfabéta. Igaz, hogy a helyiek bizonytalanságban élnek, mégis azt vallják, hogy biztonságot és nyugalmat ad nekik a temető. Azonban, ahogy a legtöbb nyomornegyedben, a temetőben is fennállnak a kábítószer problémák, és a helyi rendőrség rendszeres razziát tart a sírok között. A nyomornegyedekben sok munkanélkül él, akik bűnözés útján akarnak pénzhez jutni, hogy eltartsák családjukat, fűzte hozzá a rendőrparancsnok. ENSZ adatok alapján a Fülöp-szigeteken több mint 113 millióan élnek. Ez azt jelenti, hogy a dél-kelet-ázsiai ország a 13. helyet foglalja el a világ legnagyobb népességgel rendelkező államok között. Annyira magas a népsűrűség, hogy egy négyzetkilométernyi területre egészen elképesztő szám, összesen 372 ember jut, így világszinten a 30. helyet foglalja el.
Manila a világ egyik legsűrűbben lakott városa is egyben. A Fülöp-szigeteki statisztikai hivatal adataiban az áll, hogy a városban és vonzás körzetében közel 14,5 millióan élnek, de úgy vélik, hogy 21 millió is lehet a teljes népesség száma. Érdekesség, hogy Manila városa az 1900-as évek elején gyarmati központnak számított az államokban, azokban az időkben csupán 7-800 ezer lakosra kalkulálták a várost. Több mint 50 éve élek itt, és 50 éve próbálok elmenni. A kormány azt akarja, hogy menjünk, és mi is mennénk, de ahhoz kell egy hely, ahova költözhetünk. Fűzte hozzá már a 70-es éveiben járó Elvira Miranda, aki 1966-ban költözött be a temetőbe férjével, és már ott alapítottak családot. Az pontosan nem tudni, hogy mióta élnek ott emberek, egyes források szerint már az 1950-es években letelepedtek néhányan a temetőben. A 2010-es évek végén már több mint 6000 főt számlált a manillai temető lakossága. Ez lett volna a manillai temető története. Ha tetszett a tartalom, kérlek dobj egy lájkot és nyugodtan iratkozz fel. Ne feledd a kis harangot sem, hogy első közt értesülj a legújabb videókról. Kommentben bátran fejtsétek ki a véleményeteket. Amennyiben van kedve, csatlakozz a csatornatagsághoz, valamint élhetsz a szuper köszönet lehetőségével is, amit a videók alatti sávban találsz meg. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!